Elméletileg fut. Gyakorlatilag is. Majd te kideríted. Az elmélettel itt nem sokra megyünk. Ott van élő. Van fajn. Megy. Megy, megy. Na, ja, szuper minden. Ja, hatos a rajtszámom. Akkor van feladat. Hát most eléggé. Én ilyen délután este fele már megjönnek. Ilyenkor, ilyenkor már... lehet R-ratinget farmolni. És meg is kell nyerni. Ilyenkor már ugye izék, az amcsik is felébrednek. Korán, korán kelő amerikaiak már itt vannak. Európa már ébren van. Jó van, én viszont kirakok nagy képernyőre meg hangfalra, aztán majd jövök. És ki lesz, aki majd mondja, hogy 6 tizeddel jobbat mentél, persze csak kettővel, de a bíztatás kell. Nem, nem, ennyit nem csaltam, csak ilyen 2 tizedeket. Az is elég. Hát de amúgy csodálkoztam, és hát mondod, hogy 6 tized, és nem jövök rá. 6 tized. Ugyanannyi a távolság, hogy? Csak nem ag... Egyébként nagyon kevésszer kamusztam, többnyire ugyanaz volt. A igen? Az abban rejlett, hogy a következő kör elejét elkúrtad rendszerint. Na jó, mennyi? Aztán 8 perced van. Utána ér vissza rajtra. Hogy érjek vissza? Takarítok ember. Ó, Istenem. Ilyen ez. Na jó van. Jó, majd azért jövök. Jó, jó. Szerintem. Na, sok sikert. Köszke. All ass man, come on. 1:57.543.
1:57.617. Checker flag. But coming to green this time, left side on the restart. Pit road is closed. Get behind the safe car. Be lining up behind the pace car.
Itt vagy? Uh-huh. Első lettem 2/10-del. Ja, látom. Picit be. Szorosabb volt. A harmadik az már majdnem fél másodpercet kap. 4 egész valamennyit, nem? Ja, 4 egész valamennyit. Ja, a BMW-ssel lesz csak... Nem tudom, a BMW ennyire jó, mert előző versenyen is a BMW-s volt, egy BMW-s volt a második. Hát lehet, hogy ez a pálya fekszik neki. De annak ilyen Word licensza van, vagy ilyen Word Pro licensza van a gyereknek. Aki itt van mellettem, ez a Pavel? Aha. Ja, igen? Az jó! Az, amit te meg akarsz szerezni, az, ami... Abba hát azon belül is 3.8-as SR, 6500 I rating. Ja, hogy 6500 is 2-es rajtszám? És akkor mennyi a harmadiké? A harmadiké 7600. Anyád! Na, ezt meg kell nyelni. De nem szabad hibázni. 5100-os. Te én 6-os... 3800-zal. Ja, látom. Na. Good luck, guys. Na, azt jól átverted. Azért csináltam, mert láttam, hogy nagyon nem akar bejönni mögém. Kezdeti előnyödből hozott már 2/10-et.
Thunder Man. Sorry. Thank you. Good job, Nikki. Az nehéz lesz ez a verseny. Hát igen, mert megint hozott rá, tehát 2 tizedet. Gyors ez a gyerek, a harmadiknak viszont adtok. Illeső. Clear. 1 minute 59.
29.033. Most már védekeznie kell egyébként. Igen, az volt a célom. Ki tudod használni. Most kéne megnyomni. Ami olyan jó tanácsokkal tudsz ellátni. Ugye? De ó, de jó, side by side. A harmadiknál meg szerintem gyorsabb vagyok. Alapvetően igen. Meg is előzték, és akkor ők ott most el lesznek, mert szerintem a másodiknál ő is. Már még harmadik is van. Vagy mi az ott van a negyedik is? Hm, látom. Ilyen 5 tizedre megy, 4-5 tizedre. Most nagyon jól megy. Micsoda? Nagyon jól megy. Nagyon stabil, jó tempót. Ott van egy négyesból, jól látom a második helyét. Én hármast látok a kijelzőn, de... Csak a tükrökből. Igen. Igen. Igen, négyes. Mennyivel, mennyi, milyen költ jöttem én és a mögöttem lévő? 58, 5-öt jöttél te. 58, 7-et jött. Hét végét, 7-53-at. Majdnem 3 tizet.
Hoppá, hoppá, ott volt valami. Valaki bement a boxba? A Pavel bement a boxba. Én nem látom. Aha, szerintem elétek akar. Igen. Igen, mert 8-köt jöttünk és 20-kös a verseny. És mi is mindig a 12-dikbe jövünk, vagy valahogy így. Akkor viszont meg kell nyomni. Így van. Már nincs is csata a második helyem. Meg kijött ugye. 1,2-re vannak. Második és a harmadik. 1,6. Nem tőled. A másodiktól a harmadik. Ja. Harmadik, negyedik helyen van közelség. Jobbat jött a második 2 tizeddel. Elrontottam. Nem pödültem meg még semmit, csak... Látom. Én most tök ugyanolyan köröm voltatok. Jöttem 8-4-et. Hat tizedbe került ez. Thank you.
Folyamatosan csúszok le ebbe a kanyarba, és nem szoktam ja. pedig. Látom. Ez a Shocker volt, ez az utolsó kanyar, nem kellett volna. De 86-ot jött, ő is lassul le egyébként. A másik srác, aki megpróbálta léttek vágni, ezt beragadhatok, vagy nem? Hát nem, remélem. Kézben nincsen. Én látom, hogy hol van, megvan, hogy 35 szekre volt, amikor kijött, és azt kell tartani. Ugyanúgy 35 szekre van. Jó. Az érdekes, hogy ez a srác, aki második most, ha mögéd ér, akkor lelassul. Vagy csak most... Utolsó kanyát nem érzel, nem tudom mi van. Próbálj meg kicsit lassabban belemenni. Nagyon szép kör volt. 1.58.4. Kérlek, 1.58.5. És utolsó kanyarba dobálok el 0.2. Igen. Mondjuk most nem volt olyan rossz. De. Innen nem látszott olyan rossznak. 58.4-et nagyon régen jött el. Ajj! Úgyhogy rámesik, és így van az a távolság, meg minden egyes körbehezve a hosszú egyenesbe. Oké, Pavel az vesztett egy szekket. Nem jön közelebb a srác. Most nem volt annyira vészes.
Pavert szidják. Nem baj az. Na mit írtak, nem láttam. Anne and Pavert, two fucking idiots. Szerintem túl akarta nyomni. Valószínű. Megint 7-10-et, amikor ide ráfordulunk. Teljesen jó. Van még egy köröd, vagy jönnöd kell? Még egy kör. Még egy kör van. Pavel kapott azóta 2 szekket, mióta jött. A forgalomban van, ezt elkúrta azt a taktikát. Amúgy nem lett volna rossz, de ebbe az a kockázat. Persze. Mögöttem lévő rendszeresen szebben csinálja ezt a kanyart. Ebbe a körbe jövök. Az a helyzet, hogy amit láttam a kiállásnál, gyors szokta lenni. 1.58, 6.158, ott megint egy tized. Meg közeledik. Kiállásnál adsz neki szerintem. Ezek a egy tizedes közeledések, amikor már itt van mögöttem, az már szinte olyan, mint a semmi. Vagy közeledik, vagy bukik. Ja. Jók, ezek az 58 közepe körüli körök, ezek nagyon jók. Ez egy jó kiállással elég is lesz. Meg hiába ért föl, még egyszer nem támadott be. Szerintem nem is nagyon tud. Meg védekezésben igen jó vagy, úgyhogy... Most kapott 2 tizedet. Aha. Pavel az még egy szekket. Pavel, gondolkozom, hogy mennyit tankoljak, mert mindig egy körre többet szoktam. Annak lehet hinni, akkor bejáratom 5-6 tized előny. Nagyon kiszámoltad. Nagyon szép. De lesz az 58 közepét, ha tartod, akkor meg is van. Ráadásul van egy lekörözött köztetek. Pavel az 6-ra van, 6,2. Igen, látom. Bukott. Bukott sokat. Második meg ugye 2,7. De most éri úton a lekörözöttet a legszarabb részén a pályán. Már benne is van 2 tized. 2 tizedet bukott a lekörözöttel. Meg megcsúszok. Most ebben megbuktam 4 tizedet, nem baj. Most ne beszéljünk egy picit. Csak ha nagyon gyorsabb, jó? Tőlem persze.
715.
58.892. Ez az. Na megvan? Meg. Szép volt. Kellettek az 58 közepék, hogy nyugodtan tudja jönni. Azt a volt. Ez szép volt, gratulálok. Össze van törve Pavelnek a kocsia. Köszönöm. Hát igen, ő ott valószínűleg azzal a... Alánk akart fordulni, mert azt hitte, hogy elején jó gyors volt nagyon, 57-8 ugye? Igen. De utána csak 58 közepéket jött végig. Hát szerintem ott bement a forgalomba, aztán keménykedtek vele. Meg ott annyira nem jó. Mindig tudod, a fönti monitorom ír egy számot. Hogy mennyi kell, és mert pont olyan netesen jön ki, mindig annyit ír, hogy azt hiszi, hogy 21 kör lesz, pedig tudtam, hogy csak 20.
Netesen, igen. De épp, hogy csak 20. És azért 4 liter kevesebbet tankoltam. Most tankoltam először ennyit, mert láttam, hogy muszáj. És azért hoztam annyit rajtuk. Még így is maradt 2 liter, vagy mennyi? Nem is maradt 2 liter, nem tudom. Na mindegy, ez jó volt. Jó volt. Köszönöm, hogy néztétek. Adios.